Nagyon nagy pluszt ad az, hogy ilyen neves színészekkel együtt csináljuk. Szöveg. A búzsád vagy a pénz? Mindkettő. Prózai színészek és énekművészek egy színpadon 2021. június 12-ére különleges zenével kísért kortárs színházi előadást próbálnak az Eiffel Műhelyházban, amit egy időben élőben és online is láthatnak a nézők. Nem meglepő, hogy a gyerekkora óta zongorázó Ónodi Eszter jókedvében játszik egy lopott pillanatban, bár szerepe szerint nem zenél, hanem prózát mond. Nekünk a jelenlétünk prózai színészeknek tulajdonképpen a troll, ezt a sok esetben patetikus zenét nyersen és nagyon brutálisan akár, de használjuk. Az Úrhatnám polgár színpadra állítására a Katona József Színház fiatal rendezőjét kérte fel az opera. Hívtak, és akartam is. Zenés színház rendező osztály voltunk, 2 éve végeztünk, szóval azért ennek igencsak köszönhető a meghívás. Ahogy vége van az énekes résznek, én még hozzámondok valamit. Egy kicsit jó is nézni. 27 tagú zenekar, 6 prózai színész, 18 fős kórus, zenére kiszámolt szimultán történések, és ami a legérdekesebb, 5 énekes kameókban. Magamat játszom, magamat, mint Dalgó Zoltán, kontratenor, ez is a nevem a darabban. Igazából rá kellett jönnöm, hogy minél élesebben elválik egy szerep az ember személyiségétől, annál könnyebb lavírozni a kettő között. Ráadás, hogy egyes színpadi eseményeket olykor egy kamera valós időben is közvetít egy kivetítőre. A kamerát kezelő statisztát az Opera Café operatőre látta el jó tanácsokkal. Ez egy mozikamera, ami azt jelenti, hogy nincs összeépítve az objektív a kameratesttel. Az előadás szövegváltozatát pedig Molière francia színműíró és Jean-Baptiste Lully barokk zeneszerző műve alapján Varga Zsófia dramaturg és Tarnóczy Jakab rendező készítették el. A Lully zenékből indultunk ki. Mi ebből hogy tudunk összepakolni egy történetet, ami közben mégiscsak a Molière-i Úrhatnám polgárnak a nagyra vágyása, törekvése és aztán bukása. Például van egy áriám, egy férfi és egy nő szereplő a történetből, akik között úgy alakul valami, és én közbe szólalok meg, miközben ez a jelenet zajlik tulajdonképpen, és mondom el, hogy a szerelem az úgy szép, hogy gyötrelem is egyben. Az eredeti mű dalbetétei alá és közé írt jelenetek adják ki a történetet. Még igazából a fő kihívást az adta ezen a mai próbán, hogy abba a konkrét zenei szakaszba, amit a Lully írt, abba belefér-e a szöveg. Nagy öröm volt és boldogság, hogy pont úgy sikerült a szöveget összegyúrnunk, hogy beleférjen. Az eredetiben 1670-ben bemutatott balettkomédia egy francia vadászbirtokot övező erdő közepén hosszú órákon át prózával és zenével szórakoztatta az enni-inni összegyűlt nézőket. Mivel azt érezd, amint csend lesz, hogy picit úgy össze kell szedned magad. Az énekművészeknek talán a legnehezebb saját magukat alakítani. Nekem kifejezetten be kell mutatni azt, hogy a kontratenor az mi. El is magyarázom, ez benne is van a darabban. A főszereplő a Jourdain, ő sem hallott még ilyet soha, és neki kell elmagyaráznom, hogy ugyanis ez miről szól. Már elmúlt az az idő, amikor a zenészek személyzet voltak, de mi most tulajdonképpen azok vagyunk. A koncepció szerint ugyanis a Molière darab után magát Jourdainre keresztelő főhős egy élelmiszeripari mágnás vásárolja meg az Eiffel Műhelyház épületét minden dolgozójával. Beköltözik, az énekeseket lakályként ugráltatja, és még a saját családjáról is filmet készít. Hogy a magánéleti és a társasági elvárásoknak meg tud-e felelni, vagy beleroppan lázas igyekezetébe, az pár hét múlva kiderül a bemutatón.